Bocsánat. Igen. Bocsánat. Hát rendben van, hogy bocsánat. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Bemegyek az ügyészségre a folytatólagos tanúki hallgatásra. Annyit szeretnék megismételni, amit tegnap már elmondtam a Facebook interjúmban, hogy 2023. januárjában került felvételre ez a rövid beszélgetés. És azért vettem fel ezt a beszélgetést, mert előtte pár perccel elhangzott az a mondat, hogy ez egy maffia kormány, amiből nem lehet kilépni. Ez egy nagyjából egy perces rövid beszélgetés. Mindent bizonyít, mind a három állításomat, amit a múlt héten tettem. Azt is mondhatnám, hogy ilyen az, amikor szembe jön a valóság. És akkor, ahogy ígértem, most kiteszem a Facebook oldalomra ezt a videót, és utána átadom benne az ügyész uraknak a bizonyítékot, feliratozva is, hogyha esetleg nem akarnák meghallani a rajta lévő szavakat. Amikor kijövök, akkor minden kérdésük egyekszem válaszolni. A videó kint van a Facebook oldalon, és akkor kint lesz a YouTube csatornán is. Köszönöm szépen, hogy eljött. Elnézést, magamon hagyom, mert süt a napom a nap. Nem tudom, mennyi időt voltam benne az ügyészségen, leadtam a... Pont! Péter, itt van a baloldban a mikrofon. Melyik? Közelebb jövök, csak így hallanak, hogyha beszélek. Tehát átadtam az ügyészségnek a hangfelvételeket egy feliratozott és egy nyers változatban. Az ügyész urakkal végighallgattuk mondatról mondatra, szóról szóra a hangfelvételt. Voltak kérdéseik, ezekre igyekeztem a legjobb tudásom szerint válaszolni. Nyilván értelmezni nem nekem kell, minősíteni bűncselekmény kapcsán pedig főleg nem nekem kell ezeket az elhangzott mondatokat. Én annyit tudtam elmondani, és annyit tudok itt is elmondani, hogy ez valószínűleg az utóbbi 30 év a rendszerváltás utáni legnagyobb politikai és jogi skandallum. Nyilván nem a legnagyobb egyébként, de a legnagyobb, ami kiderül, és amire ennyire egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre. Ahogy tegnap is mondtam, nem állt szándékomban ezt a hangfelvételt nyilvánosságra hozni. A volt feleségemet 2 vagy 3 hete kértem, hogy jöjjön be velem ebbe az épületbe, vagy tőlem külön, és tegyünk tanúvallomást, hogy ez elkerülhető legyen. Ennek nem tett eleget, ezt ő elutasította. A mai Facebook bejegyzése, amit nyilvánvalóan nem ő írt, vagy bizonyosan nem egyedül, azt talán világossá tette, hogy miért nem jött be ide velem. Meglehetősen furcsának találom, de talán mások számára egyértelmű, hogy hogy lehet az, hogy egy volt igazságügyi miniszter, illetőleg a teljes kormány, a regnáló kormány egy mondatban nem reagál a hangfelvételen hallható mondatok, nagyon súlyos mondatok valóságtartalmát illetőleg nem szolgál semmilyen magyarázatul, hanem pusztán az elterelésre helyezik a hangsúlyt. Kipukkadt lufikra, kipukkadt légkömbökről beszélnek. A rogáni propaganda, kommunikáció, jól bevett fordulatai, két mondat, semmit a lényegről, és igyekezzük mindennel elterelni a figyelmet a valós problémáról, arról, hogy milyen morális, vagyis erkölcsi, jogi és politikai válságba süllyedt az ország az ő tevékenységnek köszönhetően. Az ügyészségtől arra nem kaptam választ, hogy milyen nyomozati lépéseket kívánnak tenni, de azt gondolom, hogy ezek után, ami ma átadtam nekik, és amit végvettünk mondatról mondatra, nem tehetnek más, mint hogy
tanúként több kormánytagot megidéznek, sőt, én azt gondolom, hogy nem tehetik meg, hogy a miniszterelnököt ne idézzék meg tanúként ebben az eljárásban, mivel nyilvánvalóan tudomása volt ezekről a dolgokról. Nyilvánvalóan jóval több dologról van neki tudomása, mint amiről a volt feleségemnek, és főleg nekem tudomásom volt. Annyit szeretnék még bejelenteni és kérni a magyar nyilvánosságot. Ugye sokan kérdezték, hogy miben segíthetnek, mikor jöhetnek. Tudom, hogy ez gyors, és tudom, hogy hirtelen, de mindenkit arra szeretnék kérni, vidéken és Budapesten, hogy ma este 6 órakor találkozzunk az 5. kerületben, a Markó utca 17 vagy 16 szám előtt, a legfőbb ügyészség épülete előtt, és követeljük ennek az ügynek a független, objektív, politikai befolyásolástól mentes kivizsgálását, a valódi felelősök megbüntetését, és minden szükséges tanú meghallgatását. És hogyha ott összegyűltünk, akkor utána sétáljunk át békésen a Kossuth térre, és követeljük a kormány lemondását, és mondjuk azt ki, hogy eddig és ne tovább. Bármit is gondolunk. Tudom, hogy már csak pár óra van este 6 óráig, ilyenkor nem szükséges bejelenteni a rendezvényt, ez egy spontán demonstráció. A jogszabályok szerint ezt meg lehet tenni mindenféle jogellenes magatartás nélkül. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, fiataloktól, idősektől, budapestiektől és vidékiektől, mindenki, aki szeretné megszabadítani a maffiától ezt az országot, hogy ma este 6-kor legyen ott velünk, és álljunk ki magunkért, a gyerekeinkért és az unokáinkért. Nyilván ez nem az utolsó lépés lesz, folytatni fogjuk, mivel ez a hatalom magától nem fog meghátrálni. Köszönöm szépen, hogy nem tudom megerősíteni, hogy az ügyészség ezt fogja elhasználni. Igen, és köszönöm a kérdést, szeretnék reagálni azokra a vádakra, ami a kormány médiában, a propagandában elhangzott. Ez nem vágott felvétel, egyáltalán nincsen megvágva. Úgy adtuk le, ahogy felvételre került, mindenféle vágás és manipuláció nélkül. És így szeretnék még kitérni arra, amit az előbb elfelejtettem mondani, hogy mostantól bárki, bármelyik médium, bármelyik magánszemély és bármelyik jogi személy bármilyen valótlanságot állít, akár ezzel a felvétellel kapcsolatban, akár az én tevékenységemmel, akár a családom tevékenységével, akár a barátaimmal kapcsolatban, 100 fős jogi csapat fog ezen dolgozni, akik pro bono felajánlották a segítségüket. És mindenki megtöltjük, bíróság elé fogunk vinni, ügyészség elé fogunk vinni, és polgári eljárásokat fogunk indítani, és minden megítélt kártérítést az utolsó forintig a bicskei áldozatok megsegítésére fogunk fordítani. Innen is üzenem a propaganda médiának és az én megjelent képviselőinek, hogy minél többen hazudnak, annál több segítség fog érkezni a bicskei áldozatoknak. Úgyhogy hajrá előre! Köszönöm szépen! A közmédia munkatársainak szól, akik 100 milliárdokból hazudnak nap, mint nap a magyar embereknek. Leadni ezt természetesen nem merik, egyetlen egyszer meg felhívni engem nem mertek, hogy élő egyenes adásban nyilatkozzak önöknek. Hazugságokat terjesztenek én rólam, az országról, a családomról, a barátainkról. De gyárák ahhoz, hogy egyetlen egyszer meghívjanak élőben. Hát azt mondta tennap, hogy a közmédia elnézést. Köszönöm. Azt mivel magyarázza, hogy amikor a hangfelvételen arra a kérdésnek az ügyesség függetlenebb alkalmi, mint azt válaszolja, hogy igen, többször a szavába várjuk a fájjal. De légyedett a válasza? Szerintem nincs szükség ennek a hangfelvételnek az értelmezésére, teljesen egyértelmű, amit elhangzik a volt feleségem és az én részem részről, és szerintem mindenki tudja ezt értelmezni. Ott legalább 3 vagy 4 bűncselekmény van mosul, meg nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény, amiről ő tesz egyébként, nyilván nem ő követi el, de ő ad róla információt, ő neki van első kezi információra. És még annyit szeretnék elmondani, hogy azért is szükséges az ő tanú meghallgatásuk, és lett volna már korábban is szükséges, mert ők ennél sokkal több mindenről rendelkeznek információval. Nekem csak ennyiről van információm, és arról, hogy egyébként ez egy maffia állam és maffia kormány, de egyébként sokkal több dologról van információ. Vannak még felvételei? Közölt egy olyan esetet, ahol a szövőállítási szerint ön bántotta őt. Mi szerint bizonyító erejű egy olyan felvétel, amelyen egy megfélemlített ember beszél, akit adatosan beprovokálnak? Én nem szeretnék ennek a provokációnak fölülni. Tudom, hogy Rogán Antal írta, hogy a volt feleségnek az előző bejegyzését is Rogán Antal jegyezte. Ahogy egyébként felhívom a figyelmüket, hogy Sádor Györgynek a Mölgyeti ügyészségi meghallgatások után jegyzett közleményét is
próbálnak egyeztetni. Pontosan mi az a szóhasználat, hogyha egy elvész megnézi, a karmelita kolostorba keletkeztek ezek mind. Nem bántalmaztam a feleségemet, a feleségem nem volt megfélemlítve. Azért nem szeretnék részleteibe menni, mert szinte minden szava hazugság, az időpontot és egyébként azt a neveket leszámítva. Nyilvánvalóan nem gondolhatja senki komolyan, hogy egy igazságügyi minisztert meg lehet félemlíteni, és főleg azt nem, hogy egyébként egy bíróság jogerősen kettőnk kérésére egyébként a gyermekeinket közös elhelyezésbe, közös gyerekfelügyelet mellett helyezi el. Ezt a polgármesterem soha nem kifogásolja, egyébként ezeket a problémákat soha elő nem hozza, se egy nyilvános, se másolja. De most érdekes módon, amikor előkerül egyébként ez a hangfelvétel, amit egyébként nem akartam nyilvánosságra, azért megkértem, hogy jöjjön be tőlem, akkor rögtön fontosnak tartja azt, ő is sokkal jogán antal, hogy egy lejárató kampány induljon el, és például az önök oldalán és az önök oldalán ez szerepeljen első hírként, és nem az, ami a hangfelvételben benne van, és ami egyébként nagyon súlyos bűncselekményeket vett föl, és egyébként ő maga, mint regnáló kormánytag számol előre. Csak ez egy érdekes kormánytagról beszélt, illetve vagy több hangfelvételről beszélt. Váratunk-e arról, hogy még más hangfelvételeket is átad az ügyészségnek, vagy nyilvánosságra hoz? Igen, köszönöm, hogy ügyészség is feltettem én ezt a kérdést. Annyit tudtam erre válaszolni, hogy jelenleg ebben az ügyben ennyi hangfelvételt találtam. Ne keresek tovább, és hogyha tanárok végig, akkor az ügyben fogom. Más ügyben? Más ügyben is olyan hangfelvételeit. Nem tartok vissza semmit, ezek több mint egy évet visszultak. Több helyre rakva velük biztonsági okból. Jelenleg keresem őket, nyilván megidézem, hogy az ügyészség valóban végezte bármilyen eljárási cselekményt, vagy fölül a rogáni propaganda vonatára, és egyébként meg eltussolja ezeket az ügyeket, és nyilván egyre túl energiát fog abba fekszülni, hogy több ilyen hangfelvételt megtaláljuk. És ezeket a hangfelvételeket Varga Judittal beszél, vagy vannak más kormánytagok is, akikkel beszél a hangfelvételeken? Készült olyan hangfelvétel, olyan más kormánytaggal beszél. Milyen ügyben? Ezt majd nyilvánosságra hozni. Gulyás Gergely? Abban Gulyás Gergelyt is emlegette, és az hangfelvétel Varga Judittal szól. Gulyás Gergelyt miért szól? Miatt kell én semmilyen szerepe nincs a jövőnásra, hogy rá szeretnék tisztázni még egyszer, és sem a feleségemnek, és a Gulyás Gergének semmilyen aktív, terüleges szerepe, bármilyen BTK-s szerepe nem volt ebben az esetben. Gyűlöletek adóként lehetnek ebben az eljárásban. Az, hogy egyébként másnak, Rogán Antal felettesének esetben volt-e bármilyen szerepe, aztán az ügyészségnek egy kis. Tegnap azt állítottak, hogy az új emberi bocsánatot, és ezt megmondta a Gergő is, maga Rogán is, a Gergő is, úgy fogalmaz a hangfelvétel, hogy az új emberi bocsánatot, és ezt megmondta a Gergő is, maga Rogán is, a Gergő is, Gulyás Gergelyt. Igen, Gulyás Gergelyt. És mit jelent? Tegnap azt állítottak a bűnösségi médiában, hogy a Hír TV nem kereste önt interjúkéréssel kapcsolatban, azonban a március 15-i rendezvény után március 18-án én nem kaptam megkeresést, de hogyha megmutatja, vagy meghívnak bármikor, ha ma estére hívnak a tüntetés utára bármikor, ami egy szívesen élőadásban. Kerestük ön többször is, írtunk egy SMS-es megkeresést, a testvérétől kaptuk meg az elérhetőséget, ezen kerestük ön. Akkor szerintem tisztázzuk. Tehát hogyha meghívnak, akár most itt a vagyok előtt, és mond egy konkrét időpontot, hogy mikor kell megjelennem bármilyen élőadásban. Önöknél, vagy a köztelevízióban, vagy a TV2-ben, vagy az Indexben, akkor bárhol megyek, hogy most itt mindenki előtt megmondhatja, hogy mikor mehetnek önökhöz, ha nem, akkor meghagyjuk a más találkozásokat. Nem hallom, az időpontot, hogy mikor mehetek, hogy mikor mehetek önökhöz élőadásban, vagy önökhöz a köztelevízióban, esetleg nem hallom. Én mindig nem hallottam azt, hogy az időpontot, hogy mikor zsidok meg is elérni. Le vagyok tiltva minden médiában. Mi kerestük ön? Nem kerestek engem. 2005-ként én személyesen készítettem a valamit. Több száz. 2005-ként személyesen készítettem a valamit. Visszatérve korábban mire elhájtotta a Gulyás, milyen alapozva állított, hogy Gulyás Gergelynek is előre tudomása volt a bölgeridben folytatott hozás. De mire alapozza ezt a... Egyszerűen. De szerintem ezeket most már mondjuk, ez egy folyamatban lévő büntető, hogy meg fogja hallgatni őket az ügyészség. Ugye a tanúnak nekem is van igazmondási kötelezettsége van, szabadságvesztés, tehát mellett azt gondolni, hogy nem megőzik. Visszavárják még ide?
nem tudtam majd gondolni ezt, hogy, hogy nekem kell esetleg későbbi szembesítésekre, vagy bármilyen ide visszajönnök. Egyet tudok elmondani, hogy ma reggelben loptak egy újabb idézésen most találtamba, vagy talán tegnap, ami a központi nyomozói ügyészségről érkezett, azt még nem tudom, hogy ott tanul vagyok-e, vagy vádlott, nem tudtam még átvenni a mai napon, vagy holnap igyekszem átvenni. Tehát azt gondolom, hogy folyik a lejáratás, és igen, az ellehetetlenítés mindenféle szinten. De még egyszer mondom, nekem innen nincs hova hátrálom, itt van a három gyerekem, itt van a hazám, itt van a családom, itt van, és ezt a harcot megvívom, és ebben a magyar emberek százezer és milliói fognak segíteni. Minél inkább támadnak, minél nevetségesebb kontrapolitívak áldakkal illetnek, hogy nővelő vagyok és hasonló, annál többen fognak támadni. A saját oldalaikon nevetik ki, röhögik ki a propaganda médiát, ahogy a volt feleségem posztjára és a saját oldalán 10 000 nevető fej keletkezett egy óra alatt. Azt mondom, hogy mindent elmond arra, hogy hisznek-e az emberek majd a kormánynak, vagy mások hisznek. Összesen hány egy kisztetőkányikor dobott könyvet a volt feleségéhez, és nem tudtam pontosan végül, most megmondom őszintén, csak másról mutatok neked az ügyvédhez. Nem bántottam a feleségemet, nagyon sokat veszekedtünk a feleségemmel. Nem szeretnék ebbe belemenni, borzasztóan sajnálom a három gyerekeket. Szerintem a másikkal is borzasztóan sajnál a gyerekeket. Ennek pontosan az ellenkezője történt egyébként, hogy halálbántalmazásról beszélünk. Amire tanúk vannak nyilvános helyen. Nem tegyek ebbe bele, nem megyek bele Rogán Antal utcájáról. Annyit tudok üzenni a volt feleségemnek és a Rogán Antalnak, hogy minden valótlan hazugállítást bíróságon fogunk megfelelni, és minden kártérítést a Bicskei áldozatoknak fogunk felelni. Meg kell néznem ezt a bejegyzést, és hogyha megvalósít valóban rágalmazás, nagy nyilvánosság előtt egy fajesi vagy keletkezett rágalmazást, akkor meg kell vele beszélni, hogy ezt ő írta, vagy esetleg más írta, és kérte meg, hogy tegye ki a Facebook oldalára, és ennek megfelelően fogom megtenni a lépéseket. De ahogy mondtam, aki ezt a nyelvezetet látja, és elolvassa a korábbi bejegyzéseket, elolvassa Sadő György bejegyzését, elolvassa ennek az ügyészségnek egyébként a múlt heti közleményét, hogy pontosan tudja, hogy egyébként ezek egy helyen keletkeztek. A mai meghallgatások azzal kezdődött egyébként az ügyészurakkal, hogy felvetettem és rákérdeztem arra, hogy miért adtak itt ki egy hazug közleményt az utati meghallgatásokból. Nem tudtak rá válaszolni, azt mondták, hogy nekik ehhez nincs közük, nem tudták megmondani, hogy ki írta ezt a közleményt. A Karmelita Kolostor vagy egyébként a legfőbb ügyészség. Mikor jelenti be, hogy milyen párthoz csatlakozik, vagy milyen pártot alapít? Pár napon belül, egy-két héten belül fogom ezt jelenteni, el fogunk indulni az európai parlamenti választáson. Bármit is próbál Rogán Antal és a csapat elkövetni, bárhogyan Zsanon egyébként kis pártokat fenyeget, vagy próbál megvenni. Van olyan több is van Magyarországon, aki képes ellenállni a rogáni nyomásgyakorlásnak, úgyhogy nem fogjuk nekik megtenni ezt a szívességet, hogy nem indulunk el. Elindulunk, és ezt a választást olyan eredménnyel fogjuk megnyerni, vagy egyébként olyan eredményt fogunk elérni, ami még a Holdról is fog látszani. Azt gondolom, hogy a közmédiának, én elmondtam erről a felvételről, szerintem elég hosszan beszéltem, hogy nem jellemző ez rám, és azt gondolom, hogy önnel egyetértettük még akkor is, hogy a közmédiának propagandistája, hogy nem egy átlagos helyzetben voltam egyébként, amikor voltam, hanem egy olyan maffiáról tudtam lerántani ezzel a repet, amiről az emberek nem tudtak. Szerintem a szükségén a törvény von, és próbáltam a Rákóczi Ferencet idézni, hogy egy olyan hatalom van szemben, ami egyébként a törvények felett áll és megszegi a törvényeket, mindenfajta ellenállás egyébként megengedett, jogos, sőt kötelesség. De még egyszer mondom nektek, hogy nem voltam világos, hogy én ezt a felvételt nem szerettem volna nyilvánosságra hozni. Sőt, ezt még el sem szerettem volna kezdeni, elkészíteni. De ha az ő házastársa egy miniszter lett volna, és arról mesél egyébként, hogy egy maffia kormánynak a tagja, amiből nem tud, vagy szinte lehetetlen kilépni, akkor valószínűleg ön is megtette volna a saját, de főleg a gyereke és esetleg a volt házastársa védelmi érdekében. És innentől ezt a témát lezárom, mert nem ez a fontos, hiába is próbálnak majd este erről összevágni a anyagot, hanem a lényeg, ami ezen a beszélgetésen elhangzik, és a még fontosabb, hogy még ők tudnak ebben az ügyben, csak eddig még nem mondtak el. Még egyszer megismétlem, hogy este 6-kor önt is, és minden magyar. Ha én bárkit zsaroltam volna, akkor valószínűleg feljelentést lettek volna, mint hogyha az a sok bűncselekményben vádolnak az önök, és az egyébként a Mandinertőnek, ez a tévékektől, az összes propaganda médiában, ami több száz milliárd tartanak föl, ha ebből bármi igaz lett volna, akkor feljelentést lettek volna ők is. El tudja az bárki
elképzelni, hogy a kormánynak tudomása van arról, hogy az igazságügyi miniszterüket a férje bántalmazza, hogy éppen egy ilyen kapcsolatot tartja, és nem ennek a segítségére, nem kérdeznek meg engem erről, nem indítanak bármilyen eljárást, hanem engem védenek, és esetleg kineveznek engem állami cégek élére, és ott hagynak engem? Ezt önök komolyan el tudják képzelni? Nem lópja a lólál egy kicsit sem önöknek, aki propagandisták. Én értem, hogy fontos ez a munkahely, és értem, hogy ott esetleg kulcságíronak tartja magát, de nem lópja a lólál, hogy mi ez asszisztánlat? Megemlítette az állami cégeket a maga felvétel elkészülése után hónapokkal vállalta el az egyik állami cégnek az idejöntésre is. Miért? Hogyha egyébként tisztában volt vele valamilyen visszaélésre történt, hogy mikor nem. Mert nem gondoltam, hogy ki tudok tudni állni, szerintem önöknek már pont önök szépen elég hosszan arról, hogy ez milyen folyamat volt, és milyen nehéz volt a családom a szocializáció ellenére felvállalni ezt. Én amikor ezt a felvételt készítettem, nem terveztem azt, hogy kiállok országvilág nyilvánosság elé, és én fogom belőteni egyedül a NER, egyébként a kompromitált ellenzéki szereplő akadályozása mellett, innen is jutalom az összes ellenzéki szereplőnek, hogy nekik most itt lenne a helyük. És egyébként a helyük a Kossuth téren, a legfőbb ügyészségnél, ahelyett, hogy engem gyalázó posztokat írnak, és féltik a saját 1-2%-os szavazati arányukat, és ezeket az állami támogatásukat. Így nyilvánvalóan sokkal nehezebb látni ezt a kormányt, nyilvánvalóan ez az érdeke Rogánom Tamnak és Orbán Viktornak, hogy legyen Gyurcsány Ferenc, és legyen 1-2%-os pártot. Tehát a kérdésére válaszolva ezért, mert én értem a normális életemet, egyrészt szakmailag alkalmas voltam rá, nyilván nem igaz, amit mondták, hogy csak a feleségem miatt kaptam ezeket, de amikor megérett bennem, és amikor volt ez a kegyelmi botrány, akkor eldöntöttem, hogy ebbe beleállok. Innentől talán fogva talán ez már nem kérdés. Tehát félelemből már ott el? Nem félelemből, nem ezt mondtam, hogy ne próbálja félelemből. Március 15-én kifejezetten kérte, hogy ne legyenek párcásnókkal rendezni. Most úgy gondolja, hogy engem hát a nem szeretném, hogyha a párcásznókat hoznának az emberek, én egy nemzeti összefogásban, nemzeti minimumban hiszek. A magyar zászlót és bármilyen magyar nemzeti jelképet szeretnék látni ott, vagy akár fákjákat. Szívesen látnak az előző. Én bárkit szívesen látok a Fidesz képviselőit, és én bíztatom arra a Fidesz képviselőit, mint ahogy a volt feleségemet is bíztattam egyébként a Facebookhoz, hogy álljon ki magáért, merje meghozni azt a lépést, amit én meghoztam. Az igazság felszabadít, szabaddá tesz, és rendkívül felvelő érzés. Ugye néha félelmetes, és gondolom neki még félelmetesebb lenne, de én várom a Fiás Gergelyt is, és a Fidesznek a becsületes tagjai, a becsületes vezetőiben ilyenek is vannak, és valóban várom oda az ellenzék, elsősorban nem a politikusokat, hanem a szavazókat, és azt a rengeteg fiatalat, aki eddig nem vett részt a szavazásokon, és most 2024. június 9-én az európai parlamenti választásokon részt fog venni, és azt fogja mondani, hogy eddig és ne tovább, visszavesszük a hazánkat, tehát ott van maffia államtól. Van már olyan ellenzék, Orbán Viktor felelősségét írtad, hogy az a kérdés, hogy van olyan hangfelvétele, ami Orbán Viktor neve elhangzik, vagy kormánytagok rátehető dolgokat mondanak? Nem tudom azt megmondani, hogy van-e jelen, ezt őszintén mondom, van több hangfelvétel. Mennyi hangfelvételre beszélünk? Nem tudom, nem tudom. Készítettem? Az összes hangfelvételt készítettem? Egyébként bármilyen hangfelvételre beszélünk, és egy három alatt én készítettem, amikor például más megjött ennek az egész államnak a lényege. Azoknak bűnpártolásában legyenek egységesek, hanem az országban. Én nem gondolom, hogy a Fidesz szavazók bármilyen bűnben egységesek lennének, azon ezek a Fidesz vezetője igaz. A Fidesz szavazók egyébként egy párhuzamos nyilvánosságban, valóságban vannak tartva, főleg sajnos vidéken, mivel oda csak a Magyar Nemzet, a Köztelevízió, a TV2, az Index és egy pár propaganda oldal jut el. Nyilvánvalóan megpróbáljuk majd hozzájuk is elhozni a változás üzenetét, és hogy van remény egy normális európai, modern Magyarország felépítésére, ami nem a korrupcióról szól, ami nem a visszátféle urambátyám viszonyról szól, nem a rokonokról szól, hanem szakmaiságról szól, és a rokonokáink és a gyerekeink jövőjéről szól. Elnézést, önök már nagyon sokszor választottam, van bármi más kérdés? Van már olyan konkrét párt, amelyikkel tárgyal? Több párttal is tárgyalok, nem szeretnék megnevezni őket, hiszen ezek nem ezek parlamenti pártok. Nem, a parlamenti pártal egyáltalán nem tárgyalok, se parlamenti pártal, se parlamenti párt képviselővel, bár nagyon sokan bejelentkeztek hozzám telefonon is, és máshogyan is nem szeretném őket megnevezni és kellemetlen helyzetbe hozni a pártjukban. Egészen meglepő nevek repkedtek annak ellenére, hogy én bejelentettem, hogy regnáló politikusokkal nem szeretnék együtt dolgozni, hiszen pont azért
tulajdonképpen jönnek az emberek a remény. Ez egy független harmadik erő lesz, ami nem a levitézett ellenzéki és egyébként kormánypárti kerületeket fogja foglalni. Viszont az akkor eldől. A 444-nek is már főpolgármester választáson támogatja. A főpolgármester választáson azt tudom mondani, hogy nem jelentette be még minden jelölt, azt hiszem, az indulását, hogy ezt szeretném látni, illetve szeretném azt is látni, hogy a Szent Királyi Alexandra melyik napon fog visszalépni Vitézi Dávid javára, addig megvárnék. Vitézi Dávidot a Fidesz jelöltjének tartja? Vitézi Dávidnak nagyon szoros kapcsolatai vannak, igen, a Fidesz-szel, mint családi, mind egyébként szakmai, hiszen államtitkára is volt ennek a legnagyobb kormány. Ő nem lehet, hogy szintén megtért valaki ennek, mint ahogy ön is, nem így látja? Én nem akarok más fedében javtozni, ezt kérdezzék meg tőle. Ha nincs több kérdés, megköszönöm. Még egyszer azt szeretném mondani, hogy legalább a független média vigye hírét annak, hogy este 6-kor a Markó utcában találkozom minden jó érzésű magyar emberrel, és onnan átsétálunk igény esetén a Kossuth térre, a legszebb terünkre, és követeljük ennek a kormánynak a távozását. És ez nem az utolsó lépés, nyilván húsvét után a feltámadás ünnepe után ezt folytatjuk, és egészen az európai parlamenti választásig folytatni fogjuk, vagy addig, amíg ez a hatalom elnöke sem tudódik. Volt egy ilyen hangfelvétel, vagy ennek a fele után a kormány aznap vette volna a kalapját, és lemondott volna, és lett volna annyira bátor és becsületes, hogy megkérdezze a magyar embereket, hogy akartok-e továbbra is velem dolgozni, akarjátok-e, hogy én szolgáljalak benneteket, mint egy miniszter, vagy mint egy kormány. Sajnos nekünk nem ilyen bátor kormányunk van, de ninjákból áll, akik egyébként Brüsszelben utcai harcosok, de ilyenkor, amikor valóban meg kellene kérdezni az embereket, és nem álságos nemzeti konzultációkat tartani, több milliárd forintért, vagy a rogálmi propaganda és a mögött álló cégek ebből meggazdagodjanak, akkor már nem annyira bántak az urak, akkor ezt kettni méltóztatnak, és néhány Facebook-ra próbálnak hát eléggé érdekes megjegyzéseket tenni, és a négyelről pedig sosem beszélni. De gondolom ez önnek is feltűnt ott abban a lapban, ahol dolgozik, hogy igazából a lényegről soha nem beszélnek, hanem ugye van itt hetente egy eligazítás a Kormalitában, Rogán Antalnál, az önök főszerkesztőjének, és egyébként aki miatt Pető Sándor, a Magyar Nemzet Alapítója valószínűleg forog a sírjába, mert tegnap olyan trágár és obszék kifejezéseket mondott rám, és egyébként másokra is, ami egy kultúrát polgári országban teljesen vállalhatatlan. Ez az ember még ma is az önök lapinak a főszerkesztője. Tehát ő is részt szokott venni a Karmelita Kolostorban a heti eligazításon, programon, talán mondja neki, és a többi propagandistának, a köztévének és a gyereknek, hogy miről, mit kell mondani. Nyilván ezen a héten is volt, és talán még ilyen rendkívüli helyzetben lesz még ilyen eligazítás, és meg fogják kapni, hogy azon kívül, hogy nőverő vagyok, pszichopata vagyok, narcisztikus vagyok, bűnöző vagyok, azon kívül mit kell még róla mondani, mert nyilván megmérik azt, hogy ezek eddig nem voltak egészségesek, inkább kontraproduktívak. Úgyhogy azt gondolom, innentől fogva ön is, meg mindenki elszámol majd a lelkesületével, én már megtettem, hogy vajon akar-e tagja lenni ennek a propaganda médiának, és vajon hogyan fog ön szemében nézni, ön a tükörben nézni később, vagy a gyerekei szemében. Azt gondolom, hogy én már a gyerekei szemében tudok nézni, és azt hiszem, hogy nagyon sok magyar ember van itt velünk, és lesz velünk, akik szeretnének a gyerekeik és az unokáik szemében nézni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Ma este 6 órakor találkozunk a Markó utcában, a legfőbb ügyészség előtt, hogy onnantól megyünk. Köszönöm szépen. Márki, hogy miért nem tudta fontosnak, hogy az utolságot adni, hogy Köszönjük szépen, Magyar Péternek.